Nem akármilyen utazásra invitál minket az Aranyhajú Hármasok című folk opera. A Tóth Holló Tamás tollából származó kötet ugyanis hamarosan színpadi keretek közt is életre kell. Az első videoklip már megszületett, melyet Bársony Bálint és Elek Norbert zenéje tesz felejthetetlenné. Jövőre pedig már a Nemzeti Színház falai között élvezhetjük az előadást Vinyánszky Attila rendezésében. Király udvara vár már régen, három csillag van az égen. Én is odavaló vagyok, ahol az a csillag ragyog. Tóth Holló Tamás Aranyhajú Hármasok című kötetéből most színházi darab készül, mégpedig a Nemzeti Színházban. De vajon kik azok az Aranyhajú Hármasok? Ez egy mese, amit a folklórkutatás nagyon szépen leír. Valamikor egy király kihallgatja három lány ábrándos beszédét, és azt választja közülük, aki arról ábrándozik, hogy őt a király feleségül venné, szülne neki aranyhajú gyermeket. Elveszi feleségül, világra hozza a fényt, az aranyhajú gyermekeket, de kopókölykökre cserélik ki őket egy udvari ármány miatt az udvarban. Az én értelmezésem szerint nekünk, magyaroknak ez az első nemzeti sorstradédiánk emlékét üzeni meg. A találkozás a szöveggel az nagyon inspiráló volt. Az, hogy ennek a mesének ilyen dimenziói vannak, és ilyen mértékben hatol be a lényegünk legmélyébe, az, hogy ennyi kapu nyílik meg, az, hogy ennyiféle tudás irány van benne, ez egy nagy meglepetés volt. Biztos, hogy nagy rácsodálkozások és nagy felfedezések lesznek benne sokak számára. Egy olyan anyag, amely hitet, erőt tud adni, amely büszkeséget okoz, amikor az ember olvassa, amikor kutakodik vele kapcsolatban, úgy kiegyenesíti az embert, és olyan jó érzés magunkra gondolni ezen az anyagon keresztül. Egyre erősödőbben érzem azt, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos előadása lehet a Nemzeti Színháznak. Az Aranyhajú Hármasok a Nemzeti Színház színpadára a következő évadban zenés darabként kerül, melynek anyagát Bársony Bálint és Elek Norbert, a Magyar Rapszodi Projekt zeneszerzői alkották meg. Ez az egész munkafolyamat úgy kezdődött, hogy rengeteg ősi hangszert készítettünk, vásároltunk, és Elek Norbert zeneszerző társammal elkezdtünk egy olyan zenei világot összerakni, megírni, ami eddig tulajdonképpen nem nagyon volt hallható. Bizonyos része az én fejemben már ott volt, de ahogy Norbert a szimfonikus zenekari hangzásokkal, hangszereléssel kiegészítette ezeket az ősi rezgéseket, egy teljesen új zenei világ, egy folk opera hangzás alakult ki. Fontos szempont volt előttünk a magyar identitás erősítés, tehát mindenképpen olyan zenei motivumok legyenek használva, amik egyértelműen magyarok. Törekedtünk arra, mindenképpen olyan zenét írjunk, ami egyértelműen magyar, és ha esetleg akár más nyelven lenne, vagy máshol lenne előadva, akkor is mindenkinek egyértelművé válna, hogy ez egy népnek a zenéje, nem pedig egy nemzetközi darab. A mű tartalmi és zenei mondani valója ősi kultúránk felidézésére, továbbadására, valamint megmaradására bátorít minket. És a magyar megmaradás mit jelent ma? Jelen pillanatban számunkra a magyar szuverenitás őrzését. Egy olyan multikulturális közegben, ami éppen a szuverenitás ellenében fejti ki a hatását. Tehát magyarán én azt gondolom, hogy ez a történet a magyar megmaradásnak azt a legszentebb, legerősebb titkát adja tovább nekünk, hogy hogyan tudunk igazán önmagunk maradni.